Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit és a magyar foci sikerek rajongóit. Egy kis nosztalgia, hiszen 1981. szeptember 16-án, tehát egész pontosan 40 esztendővel ezelőtt a Tatabánya az UEFA Kupa első fordulójában a Real Madridot fogadta, és amint láthattuk a táblán az első félidőt követően, 1-1-re állt a Vujadin Boskov által irányított kék együttes. Lakat Károly 11-e itt a kép előterében, Emmer, majd Fischer 4-essel, Emmer 5-össel. Na nézzük először a Real Madrid összeállítását. Itt látható Juanito az egyik sztáruk. Nos, tehát Vujadin Boskov ilyen összetételben küldte pályára. Fehér balettet Tatabányán a kapuban, Miguel Angel a védelem jobbról, San José, García Navas és Camacho a középpályásor jobbról, Cortés, Del Bosque, Gallego, Angel és a csatársor Juanito, Santillana és Isidro. Lakat Károly Tatabányája így festett a kapuban, Kis Imre a védelem jobbról, Szabó György, Lakatos Károly, Emmer László és Fischer László, a középpályásor jobbról Csapó Károly, Fejes Ferenc és Hermann Sándor, és a csatártrió jobbról P. Nagy László, Kovács István és Weimper István. Egyébként ezt az emlék közvetítést Kovács István emlékére is abszolváljuk itt most a Felvidéki Magyar Sportcsatornában, hiszen itt a pályán lévők közül a tatabányai mezben játszók, a kékek közül sajnos Kovács István már nincs az élő sorában, hiszen 2 esztendővel ezelőtt 67 éves korában elhunyt. Kovács István Salgótarján egykori játékosa, az volt az anya egyesülete, aztán a Vasasban is szerepelt, 10-szeres magyar válogatott volt, 294 NB1-es meccsen 84-szer volt eredményes, magyar bajnok és magyar kupa győztes a Vasassal. Tatabányán 4 évet töltött 1980 és 84 között. És ha már innen a Felvidéki Magyar Sportcsatorna Frankó TV stúdiójából hallják Détok Ernőt, akkor büszkén mondom felvidéki magyarként, hogy a Tatabánya legendája. De nézzük most először ezt a helyzetet! Weimper tüzelt, aki 11-esből megszerezte a vezetést. Itt csorog le a labda, és Weimper kapásból vetődik Camacho. Hát Miguel Angel csak nézte, vagy 15 centit tévedhetett Weimper István. Nos, tehát visszatérve arra a büszkeségem, hogy felvidéki magyarként, azért büszkén mondom itt az éterbe, esetleg aki nem tudná, hogy Szabó György, aki nemrég április 24-én, hát jó pár hónappal ezelőtt ünnepelte 80. születésnapját, utólag is Isten éltesse Gyuri bácsit, szóval olyan felvidéki Csallóközből, Gúta kisvárosból származik, egyszer volt magyar válogatott, és kérem, 37 esztendősen hívták be a nemzeti csapatba, akkor az Egyesült Államok ellen szerepelhetett a magyar válogatottban, és akkor 0-2 lett az a meccs magyar szempontból, de hát Szabó György újabb tatabányai lehetőség, Hermann cselezte be magát, García Navajas állította meg, szóval Szabó György, aki eredetileg csatár volt, majd középpás ezen a meccsen, a csapatkapitány, ugyanis jobb hátvédként 2-es számmal játszik, ő a rekorder a magyar profi élvonalban, hiszen 511 meccsen szerepelt 1965 és 1983 között, de nézzük Santillanaékat! Kis Imre jön és szedi fel. Egyébként Del Bosque volt ott. Isidro oda pakolt egyet, Gallego volt az, Csapó, aprítják Csapót, és ez nem véletlen, hiszen Csapó Károly az első félidőben is volt 2 nagyszerű lövése, az egyiket a kapufa állította meg.
Juanito picit provokálja ott az embert. A rendet teremtett ott Szabó. A kapitány is elküldte onnan a kakaskodni vágyó Juanitót. Továbbra is ápolni kell szegény csapót, 5 perc telik el. A második fél időből ugye Weinper 11-esével szerzett vezetést a Tatabánya. Az első fél idő hajrájában Santillana kotort az üres kapuba. Kis Imre hasa alatt egy kipattanó labdát. Del Bosque beadása után egy fejpárbaj során Santillana elé csorgott a labda, aki közelről bepofozta az egyenlítő találatot. Most viszont le sem volt Juanito. Emmer. P. Nagy. Rosszul pörgetett Szabó. György húzódott föl a jobb oldalon egészen a jobb szélső helyére. P. Nagy rosszul pörgette neki a labdát. Akár csak most. García Navas, igen, magyar szabad bedobás lesz. Szabó. Lakatos. Lopja a távolságot. Lakatos. Ügyes, ez jó. Csapó és Kovács elől Camacho vágja ki. Ügyesen vette le azonban Szabó. A beadás viszont már nem jó. Picit lecsúszott. Jöhet a Madrid. Természetesen telt ház Tatabányán. Ahogy mondani szokás, egy gombost így sem lehet leejteni. 22 000 néző a Bányászvárosban. Michel Angel nagy kirúgása, Santillana, Emmer fejelte le, P. Nagy már nem éri el. Del Bosque ügyes csellel, vigyázott, mert lőni fog. Santillanával egy kényszerítő, Juanito még megmenti. Szabó gyötörte és szerelte. Madridi bedobás. García Navax. Jön Kis Imre és Del Bosque elől, aki ott ólálkodott Santillana helyén. Kovács. Camacho ront ki rá. Kovács. P. Nagy nagyszerűen fordul le. Hát itt előnyszabályt kellett volna alkalmazni, kedves Herr Waldhof. Csapó emel P. Nagy elé. P. Nagy. És San José fejeli ki. De még mindig a Tatabányaiak. Most egy bomba. Szabó jött oda, és 30-ról tüzelt. A jobb hátvéd itt van a Tatabányaiak. A legnagyobb legendája Csapó Károllyal együtt. 511 meccs az élvonalban. Camacho. Rövid Juanito előtt kifejeli fejes. Megint most Santillana elől adja haza. Lakatos kis. Azonnal küldi fölfelé. Kovács felé. Weinper. Egyen visszarántották. Kiharcol egy szabad rúgást Weinper. Herman jön elvégezni. Megvárja, míg följönnek Emmerék. Herman éveli be. Kovács. Jól teszi ki, P. Nagy. És jön Michel Angel. Felszedi, és aztán kakaskodik. Pedig nem bántott a csapó. A lecsorgó labdát várt a csapó. Semmi nem történt.
Íme, itt van. Könnyedén szerzi meg, a labdára ment. Aztán Camacho védi a kapusát. De hát nem bántotta őt Csapó. Fischer már nem tudta bent tartani. San Jose. Gallego. Emmer mellett tovább. Del Bosque. Navas. Isidro. Rossz a pörgetés. Emmer. Lakatos. Pénagy. Nagyszerűen tartotta meg. Csapó. Még ez is jó. Pénagy. És Kovács elől fejeli ki. Navajas. Csapó jó csellel fordul meg, Gallego szereli azonban, de szabálytalan. Jöhet a tatabánya. Fejes gurítja oda. Emmer és Szabó, illetve Csapó most tápászkodik föl. Emmer íveli be. Kovács! Wimper, és most szabadul fel a madridi kapu. Del Bosque vágta ki, de csak Lakatosig, Szabó. Nagyszerűen vette le. Pénagy. Nem jó. Herman tűnt fel ott a sarokban váratlanul. Támadó szabálytalanságot látott. Az osztrák Wimper hiába várta gólra éhesen Michel Angel közelében a beadást. Gallego röviden emeli. Herman kitűnő labda, és Kovács kérte volna pénagy emelése. Camacho kapcsolja le. Isidro. San Jose Isidro. Van egy másik Isidoro. A bal szélső nem összekeverendő. Juanito, Juanito, Zitzer, Santillana. Lakatos vágja ki az utolsó pillanatban. Itt most elaludt Fischer a bal hátvéd. Del Bosque vissza. Lepattan. Lakatos nem engedheti ki, mert nem csorog ki a labda. Visszagurítja Kisnek. Jött a tatabánya. 12. perc a második féldőben. 1-1 továbbra is. Herman. A pálya minden szegletén föltűnik a 10-es. Pénagy egy picit hosszú volt az indítás kirúgáson. Jönnek a madridiak balról, Del Bosque, Gallego, Gallego, Angel, Santillana várja középen, Szabó szerel szögletre. Az 5. madridi szöglet, az első, a második félidőben Juanito. Jön Del Bosque. De mögé emeli Juanito. Emmer gyönyörűen indítja Pénagyot. Wimper a másik oldalon. Camacho. Csapó. Kovács. Pénagy. És Kovács elől bólintja. Ki Del Bosque, aztán Juanito meg visszabólintja Michel Angelnak. Gallego kéri el a jobb oldalon. Gallego. Juanito pörget. Angel. Santillana. Angel. Jó labdaváltás. Szabó. Üldözi. Angel. Most jön Del Bosque.
menetrendszerűen, Del Bosque, Santillana, elől Kis Imre jó kifutással. Csapó gyorsít föl, Gallego üldözné, Del Bosque, Csapó, Navajas végül, Angel, Gallego. Juanito volt, az nem Gallego, Gallego kérte volna tőle, Del Bosque kapta, ez gólhelyzet, Kis Imre, reszedi Angel lábáról, a magyar kapus zicserben. Del Bosque nagyszerű labdát adott megint. Fejes. De jó labda. Kovács vált volna le, a védőről leszerelik. San José. Gallego fejjel szelídíti meg, Péna gyüldözi, Gallego. Péna gyötri, Gallegónak meg kell állnia, de megtartja a labdát. Elején szabály. Gallego. Juanito, Gallego és Juanito, két szervező, Santillana, Juanito kapja vissza, Szabó kapcsolja le gyönyörűen. Most a bal oldalon, Weimper, a gólszerző, ügyesen tartja meg, fejes elengedi, Szabó, fejes, Kovács elől vágja ki Navajas. Ember. Lágyívelés, Pénagy. Tatabányai dobás lesz. García Navajas keresztezett. Ezek szerint szabálytalanul, mert csapó a labda mögött, szabadrúgás. Csapó a beíveléssel, Camacho vágja ki, és aztán az ismétlés. Nem jön össze Weimpernek. Jobban nem volt az igazi, a ballábas pesti igazolásnak. Kis pesti, pontosabban. Cortez vissza, Del Bosque. Angel kapja. Még mindig. Gallego, nagyszerű keresztlabda, Santillana lakatos fejeli ki, és Szabó veszi le mintaszerűen. Lesen látták azonban Juanitót. Fischer lódul meg, még mindig ő. Még mindig a bal hátvéd Fischer, aztán eladja, Pénagy nem kaphatta meg. Kár volt ez a szóló a bal hátvédtől, Fischertől, mert aztán eladja. Angel, Del Bosque, Juanito, Santillana, Juanito kapja vissza sarokkal, Del Bosque, Jócsel, megint Juanito, tartja a labdát, a Real neki idegenben jó az egy-egy, Gallego lódul meg két tatabányai között. A harmadikon emberen fönnakad, de megint szólt a síp, Santillana kapott a darálóban. Herman ember és lakatos gyötörte meg. 20 perc telt el, lassan már a második félidőből madridi szabadrúgás, Del Bosque. Csak meggondolja magát, Del Bosque. Juanita, Juanito és Santillana, Fischer. Weimpertől kapta vissza, de Weimper kapott egyet az Achilleszére. Ez nem volt szép. Hiába kapta meg Fischer a kényszerítőzést.
sarokkal kapnál meg Fischertől. Weimper megint kapott egyet. Gallego volt a tettes. Hermann került a földre. Ő próbálta meg sarokkal visszatenni Weimpernek. Hermann. Kovács felé. Camacho fejeli ki. Pénagy és Csapó jön. Kapásból. 20-ról. Egy méterrel mellé. Miguel Ángel. Gallego. Na, Lakatos. Fischer. Hermann. Weimper keresné. Isidoro. Juanito. Santillana elől. Ember vágja ki. Pénagy nem fér a labdához, kivágja, Navajas, Szabó nyargal, nehogy kimenjen. Még bent tartja a kapitány. Egyelőre nem nagyon akadtárs, Szabó inkább föléveli. Pénagy. Hermann. Pénagy. Kovács, Camacho, Del Bosque. Gallego. Del Bosque lódul meg, teljesen üres Del Bosque, és Santillana háta mögé, amit most Gallego kap Del Bosquétől visszafelé futva, ezt nem teszi zsebre. Gallego kérte volna, illetve Del Bosque kaphatta volna, Gallego a másik oldalt választotta, Santillana azonban le sem volt, jól lépett ki Lakatos. Csapó. Del Bosque, a Madrid legjobbja. Kartei szakadt fönn, Emmer elismeri a szabálytalanságot. A 23. perc a második félidőben. Tatabánya, Real Madrid 1-1, Weimper 11-esből volt eredményes a kékeknél is. A fehéreknél pedig Santillana egyenlített. Kovács! Camacho az utolsó pillanatban. Fejes! Egy egészséges bomba. Michel Angelnek kellett. Fejes Ferenc váratlanul föltűnt, és jobb külsővel 20-ról a bal alsó célozta meg. Repülnie kellett Michel Angelnak. Marad az 1-1 a második félidő derekánál.